A rovat támogatója Trilak, a 110 éves színmester. Emlékszem, a nagymamámnál annak idején minden évben volt meszelés. Ha festésről volt szó, akkor az csak az ajtókra, ablakokra használt zománc lehetett, mert az volt a festék. Ma már a festékek nagy részét vizes bázisú festékként gyártjuk, de ettől függetlenül az oldószeres festékekre még mindig van igény. Ez egy 110 éves hagyományokra visszatekintő soroksári festékgyár. Itt most oldószeres és vizes festékek készülnek vegyesen. A vízzel hígítható festékek kevés oldószertartalommal vagy oldószertartalom nélkül már nem szennyezik a környezetet akkor, amikor felviszik. Hosszú út vezetett az oltott méztől a környezetbarát festékekig, a szemmértéktől a számítógép vezérlésig, de ma már elvárás a környezetvédelme. Akik a kezdetektől figyelemmel kísérték a dizájnműhelyt, emlékezhetnek arra, hogy a színdanodába történt beiratkozásomkor magammal hoztam egy diófából készült antik lantlábú asztalkát azzal a szándékkal, hogy felújítása lesz majd a vizsgamunkám. Rengeteget dolgoztunk vele, lecsiszoltuk, fagittel javítottuk, újra csiszoltuk, aztán alapoztuk. Ha a felület hibátlan lett volna, egy kis lakk is elegendő lett volna a facelifthez, tehát ráncfelvaráshoz, de kozmetikus helyett plasztikai sebészként kellett a feladathoz látnunk, így a lak helyett fedőfestéket alkalmaztunk. Kiválasztottam az enteriőrhöz passzoló színt, kikevertettük és két rétegben fel is vittük a felületre. A munkának azonban ezzel még korán sincs vége. Drukkoljanak nekem, hisz ez lesz a vizsgamunkám. Eljött az igazság pillanata, mondhatni a haba tortára most kerül fel, és megint konyhai hasonlattal élek, de hát egy házasszonynál ez már csak így van. Egy mintát fogunk a tetejére stencilezni még. Igen. Ennek a felrakását azért átbíztam. Jó, rendben. Amíg lélegzet visszafolytva figyelem Józsit, elmondom, hogy a stencilezés nem csak izgalmas, hanem nagyon szép és egyedi díszítési mód is. Lehet kapni készen is mintákat, vannak nyomdák, ahol készítetni is lehet, de akár mi magunk is tervezhetünk sablont. Egy kis fantázia, csipetnyi kézügyesség, nagyobb adag bátorság és jó minőségű öntapadós fólia kell hozzá. Ez utóbbi azért fontos, hogy a sablon lehúzásakor ne tépjük fel a festékréteget is. Utolsó művelet. Igen, jön a festés. Igen. Most pedig ez adja meg neki a végső mintát. Ugyanezzel a gyöngyházzal fogunk dolgozni, egy szivacs technikával, de nem a dobozba mártunk bele. Hanem a fedelébe. Hanem a fedeléből. Ez bőven sok, ami ezen a fedőn van. Ezt ide helyezzük, és nagyon picit mártsuk bele. Akár a szélére, ne sok festék mennyire. Nagyon izgulok, hiszen nem egy markáns, az alaptól eltérő színt viszünk fel a sablonnal kialakított mintánkra, hanem az alapfestékünk gyöngyház változatát. A cél ugyanis nem egy vidéki stílus elérése volt, hanem a visszafogott eleganciájé. Azért jó a szivacs, mert pont annyi festéket hagy a felületen, amennyi oda kell, és a fölösleget vissza is tudjuk szedni azonnal a felületről, ha valóban sok meg. Mert már nagyon szeretném látni a kész vizsgamunkámat. Szó benszakad, hang fennakad, lehellet megszegik. Valami ilyesmit érezhetett Arany János a verszibárdok írásakor. Gyönyörű lett, ez nem kérdés, de nekem van mégis egy kérdésem. Átmentem a 8 hétig tartó színtanoda vizsgán? Igen, gratulálok. Köszönöm szépen. A vizsgamunkám pedig azt hiszem, hogy tényleg szépen sikerült. A rovat támogatója Trilak, a 110 éves színmester.